Na, akkor ugye megyünk is tovább, még kipakolom az inkrivont. Azon gondolkodtam egyébként, hogy biztos Isten, hogy nagyon-nagyon rossz időt fogok futni egyetlen egy oknál fogva. 100%-ig biztos vagyok benne, hogy a játék számolja azokat az időket is, amikor például poszt nyomok. Tehát volt rá példa, jó? Tehát akkor menet közben nekem is nyilván felvétel alatt kell mondjuk tartani egy pisi szünetet, harapok valamit bármi az égvilágon, és utólag jöttem rá, hogy ez valószínű nem túl jó ötlet ilyen szempontból, szóval nézzétek el nekem, nyilván lesz ez jobb is, de alapvetően nem lesz hosszú, viszont ugye tényleg ez a legnagyobb probléma, hogy biztos, hogy számolja, majd meglátjuk a végén. Na most itt rögtön lekapcsolom a villanyt, ugyanis van ott két sas, nem pasas, sas, oké, három helyet hagytam, akik viszont követnek ugye engem árgus szemekkel, olyan a fülük, mint a sasi. Viszont ugye át lehet verni őket. Na most sötétben ugye látom, hogy mit kell felszedni, illetve ugye tologatni is, tehát nekem ez nem probléma. Ők itt még ebben a vonalban engem látnak, szóval nekem teljes mértékben esélytelen, hogy ugye bármit csináljak, hogyha itt vagyok. Szóval elterelem a figyelmüket. Nézzél rám, minél jobban, köszönöm szépen. És ha már itt vagyok, akkor pedig a másikért rohanok, jó? Tehát ezt felszedem, és... És igazából a sas csak innentől kezdve kapcsol, hogy valami van. Jó? Tehát ha ránéznek ezekre a kövekre, akkor nem fogjuk tudni sajnálatos módon őket felszedni. Ez a legnagyobb gond. Viszont amíg ugye a másik irányba néznek, addig meg de. Szóval megvan mind a kettő, kiváló, köszönöm szépen. Nem a trófát akarom, köszönöm szépen, lemegyünk innen. És akkor, és akkor, és akkor. Megcselekedjük, amit megkövetel a haza. Ja, errefele fogok menni, ezen gondolkodtam, hogy merre lenne jobb, de Murder Hall-on nem akarok keresztül menni semmiképpen sem, ha nem muszáj. Márpedig nem muszáj, ugye? Főleg azért, mert kettő darab Isten verte izével is Crimson Head-de meg kell küzdeni, itt pedig csak egyetlen egy ilyen jó fej vár engem, aki meg pont nem fog elérni. Tehát mindenképpen próbáljatok a bal oldalára menni, akkor ugye forgolódik, nézelődik, rohadtul nem fog elérni titeket. Oké, ez a legokosabb megoldás az összes közül. És akkor ugye egy helyen nem használtam a kulcsomat, pedig egy helyet spórolhattam volna vele, az pedig itt lesz majd lent. Jó, tehát ezt még szépen kinyitjuk, ez így van, köszönöm szépen, no further use discard, tökéletes. Ezt a puzzle-t pedig utálom. Nem azért, mert nehéz, egyáltalán nem azért, mert nehéz, hanem mert valami designer egy barom volt. Egyébként itt szemben van egy darab inkribon, hogyha szeretnétek kiszedni a fiókból, nekem nem kell. Most itt eszembe egy pár dolgot nem mondtam nektek egyébként menet közben, úgyhogy aki esetleg figyelt jobban, azt tudhatja, ez szemét egyébként, mert ez tükör, amúgy, szóval erre készítek fel, hogy ez tükör, fölveszed. Gyere te pénisz, gyere. Még egyszer megfuttatjuk, jó? És nekem az a dobozka kell, köszönöm szépen. Ha már itt vagyok, akkor gyorsan össze is kombinálom. Nem examin. Szóval egyrészt a pincében, ott a konyhában, ott volt egy kés az asztalon, amit én nem vettem föl. Koncentráltam arra, hogy kikerüljem ezeket a szemétládákat. Sajnos az a baj, hogyha oda megyek, akkor hajlamosak vagy tök egyenesen felém jönni, ugye a második alkalommal, vagy pedig amikor ugye először lejött a lépcsőn, akkor pedig rossz irányba menni és az asztal felől közelíteni, az kurva gáz, mert akkor én két oldalra be vagyok szorítva, szóval azt nem vettem föl, de egyébként ott van, hogyha szeretnétek. A másik pedig a cápás résznél, hogyha emlékeztek, mondtam az egyik ajtónál, hogy hard módban ott van egy mi az Isten? Magnum lőszer az ajtóban. Na most ott, hogyha nem jobbra mentek, amerről ugye jöttünk eredetileg, hanem balra mentek egy ilyen ficakba, ott van még egy shotgun lőszer. Én ezt nem vettem föl, mert nem volt elég helyem. Tehát én szerettem volna azt megmutatni, hogy az élettöltőket hogy lehet felszedni. Ezért utálom ezt a puzzle-t, mert annyira ki kell centizni az egészet, hogy hol van jó helyen. Rendben van. Tehát az a baj, hogyha egy... hogyha kisebb lesz az a cucc, hogyha befér oda valahova. Most, hogyha sajnálatos módon túlságosan is közel rakom őket egymáshoz, akkor nem lesz esélyem nekem arra, hogy bármit a helyére tegyek, jó? Tehát
mint ahogy itt is látjátok. Jó, tehát ez is egy ilyen kis rohadék. Úgyhogy szerintem akkor én beteszem először ezt a helyére, jó, aztán majd igazítunk. Oké, és ennél jobban nem tudom. Most próbáljuk ezt ide, hát ha. Oké, és akkor a következő az pedig ez középre jön, igen. Csak a címert kell kirakni igazából belőle, és akkor az utolsót kell még a helyére tennem, ne sesszem el. Helyére kell forgatni, nem egy nagy hakni egyébként, csak nem. Tehát látjátok, ez egy ilyen kis rohadék, hogy nem látom pontosan, hogy akkor most... Azaz, megvan. Megvan a bros. És a kulcs az nem kell. Illetve őt még felszedem mindenképpen, jó? Tehát ezt így elviszem magammal, csak hogy meglegyem. Őt meg szépen ki lehet kerülni, mert egy hülye. Jó? Élettöltő igazából még csak nem is kell, csak úgy elvittem magammal, hogy meglegyem. Oké? Na, nem akadunk meg, köszönöm szépen. Na szóval, most pedig nekem... még egy dolog jár a fejemben, azt még gyorsan megnézem. Bár ehhez nekem nagyon gyorsnak és ügyesnek kell lenni, de nem baj, megoldjuk. Nem baj, megoldjuk. Méghozzá az, hogy ha már itt vagyok, akkor el fogom használni ezt a sárga követ is. Emlékeztek a tigrisre, ugye? Gondolom emlékeztek a tigrisre. Oda fogunk menni, remélhetőleg nem fog a Crimson Head menet közben megtépni, azért hoztam magammal a zöld növény biztonság esetére, jó? Egy ilyen kis hülyeiben fogunk jönni, és nem, messze volt, nem érdekel minket, jó? Nem érdekel minket egyáltalán. Itt pedig továbbra is ezen a felén kell menni, és akkor tapizhatja a levegőt nyugodt szívvel. Az minket már különösebben nem érdekel. Az a baj, hogyha fölveszitek a sárga követ, akkor már nem tudunk visszamenni arra fel, amerre volt a... ahol az először az old key-t használtam ugye a Broken Shotgunhoz, ugyanis tele van hunterekkel, jó? Tehát arra nem megyünk. Ki lehet kerülni őket, de nem megyünk. Viszont alapvetően a legtöbb hunter ebben a játékban teljes mértékben ártalmatlan, hogyha tudjátok, hogy mit kell csinálni. Én igyekszem mutatni, jó? Én igyekszem mutatni. Na most. Volt annyi eszem, hogy eltettem a... Nem. Akkor még egy dolgot megcsinálunk gyorsan, mielőtt tovább mennénk. Jó? Még egyetlen egy dolgot. Ja. Hülye vagy? Haha. Még gyorsan meg kell mentenünk egy Rebekát azért, hogy... Lassú vagy! Még meg kell mentenünk gyorsan egy Rebekát azon egyszerű oknál fogva. Hazudtam, jó? Tehát megmentjük Rebekát. Tehát gondolom az elején ezért csodálkoztatok, de úgy döntöttem, hogy mégis elvégre ugye baj nem lesz belőle, és ha már van lehetőségünk, akkor menjünk a legjobb befejezésre, jó? Úgyhogy mindenkit meg fogunk menteni, ez a haditerv. Ehhez pedig nekem ki kell jutnom itt. Azaz. Most ugye visszamegyek a hollós szobába, tehát minden alkalommal, vagy holló, vagy varjú, mindegy igazából valami fekete madár, tehát minden alkalommal, amikor oda mentek, akkor az tök jó, mert ez is nem akartam mondani, tehát akkor a szobával szemben lévő hunter az visszaáll alapállapotába, és onnantól kezdve ugye tudunk ezzel foglalkozni, hogy kicselezzük. Ez egy rohadtul pozitív dolog. Ezért kellett nekem kinyitni ezt az ajtót. Meg lehet csinálni enélkül is, de akkor hunterekkel, meg Crimson Headekkel teli szobákon mentek keresztül, és én azt a nagyon-nagyon easy-n kívül abszolút semmilyen szinten nem ajánlom senkinek, jó? Főleg, hogyha olyanra mentek, hogy esetleg ne tépjék meg a szátokat, vagy speedrun, vagy bármi az égvilágon. Igen, köszönöm, benn vagyunk. Ugye az emblem key-t szedtem föl ugye ott a mi az Istenbe, ugye a kis tükrös szobába. Rebecca, is she upstairs? Rebecca fönt van, és majd hamarosan meg is fogjuk menteni, miután végeztünk itt a dolgunkkal. Először is köszönöm szépen. Hűha, bocsánat, rossz aksit használok.
Illetve még itt van valami. Nem ezt akartam, köszönöm. Bocsánat, tudjátok, mi gyorsan váltok egy kontrollert, jó? Abból aztán abszolút a baj nem lehet. Jó? Rendben van, tökéletes. Visszaváltottam a vezeték nélkülire, ugye, amivel kezdtem is az egészet. Menet közben igazából sokkal szimpatikusabb fogásra egyébként a mi az Isten a vezetékes, de ugye pont ezt akartam elkerülni, hogy ilyeneket jelezzen. Elnézést, ez van. Most Rebekát pedig halál egyszerű egyébként megtalálni. Elsőre nem fog menni, de másodikra talán igen. Van nálam? Aha, be vagyok töltve, kiváló. Jó, na most itt a zombi az most teljesen máshogy áll, jó? Tehát most a jobb falat kell majd megfognunk a háta mögött. Mondom én. És most jön Die Hunta, vagy Das Hunta. Tudom, hogy Jäger, csak mondom, hogy Hunta. Meghót. Rebecca. Chris. You okay? I didn't mean to get you worried. We can't stay here any longer. We have to get to the others and find a way out of here. You with me? Yes. Then I'll go ahead. Until then, Rebecca, you're on your own. Stay cool and use your better judgment. Got it? I can handle myself. Good luck. I didn't mean to get you worried. Ugye nem akarta, hogy aggódjak közben, meg itt a frászt hozza rám a kisgenya. Na. Most ez egy nagyon jó rész lesz. Szóval. Most akkor kipakolom szépen azokat a dolgokat, amikre semmi szükségem az égvilágon. Nézzük csak. Nézzük csak. Shotgunt azt vissza kell töltenem mindenképp. Nem tudom, van nálam lőszer, vagy nincs nálam lőszer. Van nálam lőszer, szóval ezt most akkor plafonra pakoljuk szépen. Azután pedig ezt kirakjuk, mert nincs rá szükségünk. Bocsánat, először ezt. Kicsit összébb rakom, mert rohadtul zavaró egyébként, és szanaszét van az egész. Szóval akkor őt egyelőre kihagyjuk. Ő nem fog kelleni, ellenben a kurbli az igen. Meg a shotgun-t azt összerakom az összes többivel majd mindjárt. Ha van összes többi egyáltalán, ha nincs, akkor nincs. Ott az összes többi tökéletes, illetve viszek magammal még egy magnumot, jó? Tehát erre szükségem lesz. Kurbli is tökéletes, jó? Sajnálatos módon jelenleg nincsen több magnum lőszerem, de ez van eszköz, szeretni, nem tudunk vele mit csinálni. Az a baj, hogy még kéne lenni egy teli táramnak, de hát ugye sajnálatos módon arra a kurva dömére sokkal több kellett, mint szokás. Nem is értem egyébként, tehát így még nem jártam. És akkor most ugyanazt fogom csinálni, mint korábban, hogy szépen bemegyek ugye a varjus holyós folyosóra, hagyja békén Hunta, azaz, és miután ugye itt kijöttem, szépen majd vissza el alapállapotába, és így szólok el mellette, csak hogy boldog legyen. Azaz, gyerünk. Azt se tudja, mi ment el mellette. Ugye? Na most itt kutyákat, azokat nem mindegyiket öltem meg innentől kezdve, ugye ez annyira nem lesz egy kedves dolog, de nem baj. Nem baj. Közben a menet közben rájöttem, hogy Istennek viszket az orromba kell állandó jelleg. Nem tudom, lehet, hogy a klíma egyébként így kiszárít engem, vagy nem tudom. Na mindegy. Szóval lehet, hogy jobban fogok járni, hogyha menet közben legalább kettőt lelövök, majd meglátom mindjárt, jó? Így a tuti. Így már csak még egyel kell foglalkoznom, hogyha valami van. Meg lehet rizikózni egyébként nyugodt szívvel, hogy simán csak elfutok mellettük, el lehet, jó? Tehát én is megcsináltam már milliószor. Biztosra megyünk. Ne! Na. A francba. Na. Pedig most majdnem jó volt, igazából a sarkot kellett volna elérni, és akkor nem tudnak megtépni.
utálom a kígyókat, tehát ez egy annyira szemét rész, amit egyszerűen... Na mindegy. Nagyon nehéz kikerülni egyébként, hogy itt bármilyen szinten elkapjanak. És itt pedig ugye most... Fölébresztjük a kutát. Szevasz, kuta. Mit csinálok? Azaz. Ha elég gyors vagyok, akkor elérem a liftet, mielőtt még észbe kapna. Ez az. Nem kapott észbe. Na ezért mondtam, hogy érdemes foglalkozni a kutyákkal, mert itt is lesz most még egy még. Volt. Nem tudok rájönni, hogy miért nem lőttem ki igazából mind a hármat, de... tudom, miért nem lőttem ki mind a hármat. Egy lehetőség van egyébként, mind a hármat nagyon könnyen elintézzétek. Az az, hogy amikor belépünk ugye arra a folyosóra, ahol van a három, akkor távolról elkezdjük lőni őket, viszont rohadtul nagy az esélye annak. Nem azt akartam, kicsit odém. Viszont rohadtul nagy az esélye annak, hogy ennek ellenére valamelyik... Bazd már meg! Na végre. Hogy valamelyik túljut a tűzön, ugyanis nem minden alkalommal állnak meg, hogyha kapnak egy shotgun lövést, akár közelről, akár messziről, nem tudom, hogy mitől függ, de lényeg a lényeg, hogy elég nagy az esélye annak, hogy elkapnak minket, én ezt nem szerettem volna kockáztatni, ez szerintem egy sokkal hatásosabb volt. És ugye ezt azért zártam el, mert így, hogy ugye körbe tudunk menni, most már ahol eddig vízesés volt, most már ott be tudunk menni, mert ugye nyitva van, tárva van. Kutya megnyet. Na, és itt pedig futni kell igazából, kettő darab kutyus van összességében. Ha nem leszek balfasz, akkor képes leszek arra, hogy mind a kettőt kikerüljem. Nem. Nem vagyok képes rá. Picsába. Aha, ja, már kóson be vagyok, nem baj igazából, tehát abszolút nem zavar. Abszolút nem zavar. Ennél lesz még jobb is ez. Na most első körben nekem ide kell bejönni. A caution az még mindig teljesen jó igazából, hogy a sárga cautionben vagytok, vagy narancssárgában, az még király. A dangerben vagytok, onnantól kezdve indulnak a problémák, ugyanis dangerben sokkal lassabbak vagytok, jó? Tehát nem lehet menekülni, csoszok csúrikám, tehát nem. Nem jó. Nem jó. Itt pedig igazából van kettő darab pisztolylőszer, az egyik az itt balra csillan, a másik az pedig itt a túl végén az ajtó környékén fog csillanni. Mindegy, ott volt baloldat. Ha valaki szeretné felszedni, akkor nyugodtan szedje föl, nekem abszolút nincsen rá igényem, szóval nem is fogok vele foglalkozni. Itt pedig... Enrico! Enrico, don't come any closer, Chris. What happened? Double crosser. Enrico, wait. Enrico! Umbrella. Enrico! Double crosser. Ugye rendkívül megnyírták Enricót, szóval akkor jönnek a kérdések, hogy azt mondja, egyetlen lövéssel ölte meg, határozottan szívbe ment. Vajon ki lehet? Valaki profi? És? Valami van nála. Na, szóval, ez a valami pedig a másik krenk, amit innentől kezdve használni fogunk, jó? Tehát ez az egyetlen egy dolog, amivel foglalkoznunk kell most. Szevasz, Hunta! Na most... Amíg a hunterek igazából ennyire hülyék, addig nincsen gond, jó? Tehát szerencsénkre az első alkalom, amikor megjelennek, akkor az egyetlen dolgok, hogy üvöltenek, mint a spába szorult féreg, ami azt jelenti, hogy simán el tudunk futni mellettük. Nincs ezzel semmi gond? Üvöltsenek csak. Most is ez lesz. Jó, tehát itt lesz két csávó mindjárt, egyeske, haverja ott van. Bazd meg, sose kaptak el! Itt sose kaptak még el, nem á? Sose! Soha az életben nem kaptak még el itt, basszus! Ez mi a tökön volt?
Ez meg mi a tökön volt? Korsomban vagyok? Oké, még gyors vagyok. Próbáljuk meg. Először is. Gyógyítunk magunkon. Nagy volt a pofám, pedig... Ez a tipikus, amikor ugye 20-ból egy bakker. Sose kaptak még itt el. A büdös életben egyszer nem kapott el egyik rohadék se. Én nem tudom, hogy mi az Isten történt. Most, de mindegy. Szóval, most én kipakoltam szépen itt a... ja, oké, okay, inkribont azt fölveszem. Gyorsan mentek egyet biztonság kedvéért, jó? Jó. Hú, de ideges itt, basszus. Tehát tényleg soha nem kaptak el. Ezt nem is értem a dolgot, de mindegy, ez van. Szóval, az a shotgun lőszer az viszont kell lenni fog. Tudjátok mit, meg is tartom most, jó? Tehát lesz elég helyem ahhoz, hogy szórakozzak vele. Itt van pedig ugye, ahova kell használnom a másik krenket. Két helyen kell összességében használni, ha jól emlékszem. Ja, két helyen kell használni, és ennyi, jó? Tehát sok egyéb haszna nincsen neki, majd lesz. Úgyni. Azért tartottam meg ezt a... mi az Isten? Azért tartottam meg ezt a shotgun lőszert, mert úgyis felszedem a következőt, tehát helyet fog foglalni. Jó? Meg is van a flamethrower-em, tehát throwjunk flame-et. És mindjárt megtudjuk, hogy Chris miért gyűlöli a sziklákat. Ez az. Azaz. Így már érthető, ugye? Aki tudja, az tudja. Na most, hogyha ide jövünk, ahonnan jött, most gyertek ide, mert később itt Hunter lesz. Ide jövünk, akkor úgyis felszedünk még egy kis puska lőszert, szóval ez itt teljes mértékben pozitív. Kelleni is fog, gyorsan váltok Magnumra. Annyira idegesít banyak, hogy a rohadt növényre... Így még nem jártam, hogy... El van átkozva ez a végigjátszás, de tényleg jó. Egyetlen egy jó dolog van benne, hogy látjátok, hogy hibákkal is végig lehet ezt csinálni. Na most ez a szemétláda, ez valami kegyetlen, jó? Tehát nagyon figyelni kell rá. Közben körbe kell futni. Ó, bazd meg, de gyors vagy! Ezért most meglőlek, jó? Tessék! Az a jó része, hogyha köp. Anyádat! Ki fognak nyírni, banyak? Gyerünk! Nem áll! Még egyet? Azaz! Ezt nem egészen így terveztem, jó? Nem baj. Nem baj, de ott van egy kés. De nem, tényleg, ahogy az elején is elmondtam, hogy én egy átlagos faszi vagyok ő, tehát én nem vagyok speedrunner, én nem vagyok bitté egyéb hülyeség. Ez pedig azt jelenti, hogy... Jaj, baszki. Úgy emlékeztem, hogy van itt egy élettöltő, de nem. Ami pedig azt jelenti, hogy hibázok. Tehát ezzel is igazából látjátok saját szemetekkel, hogy... Poison, bazd meg. Tehát látjátok a saját szemetekkel, hogy... Még így is végig lehet csinálni valamit egyébként, hogy simán elbénázzátok. Jó, ezzel nincsen semmi probléma. Kérdés az, hogy szedtem-e föl kék növényt bárhol. Megnézem, hogy arra mi van. Kék növény, bakker! Kék növény. Remélem magában is fogyasztható. Oké, okay. Kósömbe vagyok. Ez annyira nem fasz, de ez van, legalább mérgezve nem vagyok. Remélem, hogy elég gyors leszek itt a következő rész. Az elvileg kósömben még ugyanolyan gyorsak fogja az oldalát, szóval ez szemét lesz. Nem erre, bocsánat, itt van a következő ilyen krenkes cucit. Háromszor kell megkrenkelni összességében. Utat háromszor. És azzal pedig az a szikla szépen elkezd velünk szembe jönni. Kettő. Három, jó? Nem többször. Szépen sima talajt adunk neki. És egy egyetlen módunk van, hogy elmenjünk egyenesen és balra, jó? Azonnal.
Ennyi, megoldottuk, jó? Semmi más dolgunk nincs. És akkor pedig bejövök ide. Soha nem téptek még meg a Hunterek Bakkertet. Egyetlen egy alkalommal nem volt, hogy a Hunterekkel basszus nekem problémám volt. Ez pedig egy ilyen fura puzzle, nem is értem egyébként. Egészen gyorsan rá lehet jönni, mi az Isten nyilát kell csinálni. Nyilván onnan egy szobor hiányzik, ugye? Na most, ha ezt ide tolom, akkor a krenket használva... Látjátok? Kitolja nekünk a szobrot. Szépen. Aztán még egyszer használva visszahúzza, hogy tudjuk mozgatni. Az a cucc pedig igazából forgatja, tehát... Nem is tudom, hogy ezt puzzle-nek merném-e nevezni egyáltalán. De tényleg. Gyerünk. Azaz, úgy. Tényleg bakker az analóg... nem az analógot fogom használni, hanem a D-padot fogom használni az ilyenekhez, mert egyszerűen sokkal pontosabb. Na. Ahogy ráteszitek, akkor fordít egyet rajta, ugye? Na most nekem az kell, hogy még egyet forduljon, ami azt jelenti, hogy letolom róla. És vissza még egyszer. Mondom, még egyszer vissza. Menjél már. Pontosság, ugye, pontosság. Gyerünk. Na most a tuti. És akkor... Mondom én, hogy engem is megforgat, mondjuk, hogy miért tár rajta, nem értem. Tehát, mint a mozgó lépcső gyerekek, na mindegy. Csak akkor most igazából ezt az egy cuccot be kell tolnunk szépen oda. Feltéve, hogyha egyáltalán jól eltaláltuk. Még egyet? Aha. Azek, ja. Az irányítás az kiváló. Oké, most meg túltoltam. Ugye én vissza fogom tudni tenni ott a helyén, ugye? Ja, egy nagyon picit még tudtam rajta tolni, szóval remélhetőleg ez most így jó lesz. Kiváló, köszönöm szépen, na végre. Na most ez az a cucc, ami nekem majd fog kelleni ahhoz, hogy én tudjak használni egy liftet. Jó? Tehát most innentől kezdve mi visszafele fogunk menni, remélhetőleg mindenféle Hunter nélkül. Haszom, gyűlölöm őket. Csak ne tépjenek meg, csak ne tépjenek meg, ennyi a titka. Ja. És hogyha itt bemegyek, akkor pedig, ja. Oké, ez így jó, ez így jó, ez így pozitív. Mondom, tényleg ott a csillogó cucc az nem az, nem az önvédelmi kés, a csillogó cucc az egy rendes kés, jó? Tehát utás gyorsan, csezd meg, szevasz. De erről beszéltem, hogy ki lehet kerülni őket azonnal, jó? Tehát sose volt még ilyen velem, hogy azon a szakaszon ketten is megtéptek. Még egy se. Na, ő kell nekem, köszönöm szépen. Azaz. Akkor most pedig, nézzük csak, a magnumot elteszem, mert igazából innentől kezdve sok hasznát jelenleg nem fogom venni. Magnum elrak. Ezt gyorsan elpakolom, amit a shotgun lőszert, az most nem fog kelleni. Egy darab green herbet azt kiveszek helyette. Csak hogy helyre hozzam magamat, és ennyi, jó vagyok. És hogy most ugyanide kell visszamennem, liftet kell igazából beindítani, ugye, amit egyszer megköröztünk magunknak, semmi extra. Látjátok, el lehet futni mellettük, mert hülyék. És utálom őket, hülye gyíkok. Na szóval, most itt be, ki fogunk tudni venni egy alkatrészt. Nagyon egyszerű egyébként ennek a puzzle-nek a megoldása, mindjárt mutatom is nektek. Jó, tehát ezt most is szépen fölvesszük, és összekombináljuk a másikkal.
Hogyha megnézitek, akkor római számok ismétlődnek alul felül, jó? Tehát akkor 4, 2, 3, 1, ott fönt is 4, 2, 3, 1. Jó? Úgyhogy szépen bele is toljuk, és ezt a kódot fogjuk megadni neki. Ezzel ki is nyitjuk gyakorlatilag a liftet. Igen, 4, 2, 3, 1. Működik a lift! Töké. Menjen már! Na végre. Ez így van, használni szeretném, köszönöm.